Sziasztok! Konyhai praktika témakörén belül egy korábbi videómban, linkje a leírásban megmutattam, hogy lehet gond és idegeskedés nélkül pillanatok alatt egyben lehúzni a száraz kolbász bőrét és megpucolni a főtt tojást. Most pedig azt fogom megmutatni, hogy érdemes kinyitni egy befőttes üveget. Hát mivel befőttről van szó, valószínűsíthető, hogy hőkezeléssel rakták el, így mire visszaült, erős vákum képződött a fedél alatt, ami annak köszönhető, hogy a hőtágulás inverse folyamatának eredményeképpen a fedél alatt lévő levegő réteg részecskéi meglehetősen közel kerültek egymáshoz. Ilyenkor, amit a legtöbben tesznek, hogy egy késsel szüntetik meg a vákumot, oly módon, hogy hát nemes egyszerűséggel, vagy az van, hogy belevágják a fedélbe, vagy egyszerűen oldalról, alulról feszegetik. Hát egyik sem jó megoldás, mert egyszer tönkre megy a fedél, másodszor pedig roppant balesetveszélyes. A helyes módszer a következő. Megmelegítjük a fedelet, úgy, hogy meleg víz alá tartjuk, mondjuk 10-20 másodpercig. Viszont a hőkezelés, vagyis a hőhatás, ha nem jár halmazállapot változással, már pedig itt nem jár, akkor mindenképpen hőtágulást fog okozni. Tehát egy kicsit hagyjuk, hogy alatta a légréteg is melegedjen. Ilyenkor a hőtágulásnak köszönhetően a kupaknak, a fedélnek a mérete megnő, meglazul, alatta a levegő részecskék újra eltávolodnak egymástól, és megszűnt a vákumhatás. Az eredmény pedig könnyen levehető fedél, ami sértetlen marad, és a kezünket sem vágtuk szét. Na lássuk. Ennyi. Simán megmelegítjük, hagyjuk, hogy átmelegedjen a fedél alatt is egy kicsit a levegő. A lébrészecskék eltávolodnak, a vákum megszűnik, megnövekedett, meglazult kupak, pikpak leugrik, és akkor nem kell vagdosni, feszegetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!